és egy nagyon gyors helycserés támadás volt. Szemben ül velem következő vendégem, Marti József Péter, Transparency International ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Magyar Nemzeti Bank költéseiről beszélgetnénk. Ugye az elmúlt hetekben, hónapokban, nagyjából minden hónapban volt olyan költés, amelyre így felkapta az ember a fejét. Legutóbb Tiziano festmény 4,5 milliárd forintért, előtte elvettünk palotákat, megvettük az Eiffel Palace-t, és alapítványokra költött a Nemzeti Bank több 100 milliárd forint értékben. Mi szabályozza valami pontosan, hogy költhet-e ilyenekre a jegybank? Tulajdonképpen nem. Tehát van egy jogkézag, hogy a Nemzeti Bank a nyerességét azt mire költheti, ezt igazából semmi nem szabályozza. Tulajdonképpen egy ilyen aszimmetrikus jogi helyzet áll fenn, ami azt jelenti, hogyha a Nemzeti Bank veszteséget termelt volna, akkor azt a költségvetés neki kellett volna pótolnia. De miután nem veszteséget termelt, hanem nyereséget, ez a nyereség egyébként nem egy üzleti tevékenységből adódik, hiszen a Magyar Nemzeti Bank nem egy üzleti vállalkozás, hanem a monetáris hatóság. Ez a nyereség alapvetően a forint gyengüléséből, illetve a kamatcsökkentésből adódik, a kettő persze nem független egymástól. Tehát a törvény nem szabályozza, hogy egész pontosan mit is kell csinálni a nyerességgel. Tehát van egy ilyen értelemben XX állapot. Lehet ezen változtatni, vagy ön szerint van szándék arra egyáltalán, hogy ezen változtassanak? Önök meglátása szerint kellene, hogy meghatározza a törvény egészen pontosan, erre lehet költeni, erre meg nem? Hát az egészen biztosan kijelenthető, hogy szándék nincs arra, hogy változtassanak ezen, mert hogy úgy tűnik, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nagyon jó így ez a törvényi helyzet, mert a Magyar Nemzeti Bank azt gondolja, hogy gyakorlatilag arra költi a pénzt, amire a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága akarja költeni. Mi azt gondoljuk a Transparency International részéről, hogy ez feletté aggályos, mert mint ahogy mondtam, a Magyar Nemzeti Bank nem egy üzleti vállalkozás, hanem egy közhatalmi hatóság, monetáris hatóság, és ilyen értelemben közpénz kezel. Tehát minden olyan pénz, amelyik a Magyar Nemzeti Bankon átfolyik, vagy amit a Magyar Nemzeti Bank teremt, az közpénznek tekinthető, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy mi már régóta ezt mondjuk az alapítványvásárlásokkor is. A Magyar Nemzeti Bank kommunikációja egy jó ideig ezt tagadta, most már nem tagadja, most már a Magyar Nemzeti Bank is elismeri, hogy közpénzről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen jobban kellene szabályozni azt, hogy mire is költhet a Nemzeti Bank, és a fő probléma az az, hogy olyasmire kellene költeni, ami a Nemzeti Bank statutumában benne van. Tehát ami a nem... Hát ugye a Nemzeti Banknak a feladata az az árstabilitásnak a szavatolása, adott esetben az infláció csökkentése, vagy ha annyira alacsony az infláció, mint most, akkor az inflációnak ebbe a 2-3 százalékos tartományba való emelése. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk az egy jó megoldás, vagy hogy mit mondjam, átláthatóbb megoldás lett volna, hogyha a Magyar Nemzeti Bank a nyereségét mondjuk eredménytartalékba helyezi, és hogyha mondjuk ismét beüt a válság, és mondjuk valutatartalékra, vagy devizatartalékra van szüksége az országnak, akkor ezeket az összegeket át lehet csoportosítani. De azért szeretném itt különválasztani azt a dolgot, amikor a jegybank a műtárgyakra, műkincsekre költ, illetve azt, amikor az alapítványoknak juttat horribilis összegű támogatást. Melyik indokolható inkább? Én azt gondolom, hogy az első indokolható inkább. Jól lehet esni. A műkincsvásárlás indokolható inkább, meg is mondom, hogy miért. Jól lehet, ez sincs benne a Nemzeti Bank statutumába, igaz, explicite tiltva sincs, ahogy az előbb mondtam, tehát egy exex állapot van, de mégis ez indokolható jobban, hiszen a műkincsek azok bekerülnek a jegybank könyveibe. Tehát tulajdonképpen ez egy befektetésnek tekinthető, és ilyen értelemben egy értékálló befektetés. Tehát nyilvánvaló, hogy a Tiziano kép vagy a Munkácsi kép az, mit tudom én, 5 év múlva, 10 év múlva is komoly érték lesz. A mi sokkal aggályos tartjuk azt, amikor a Nemzeti Bank óriási összeget, mint egy 160-170 milliárdot juttatott, tulajdonképpen akkor létrehozott alapítványoknak. Csak összehasonlításképpen ugye a magyar felsőoktatásra szánt összeg a 140 milliárd forint ma Magyarországon évente. Ennél is többet juttatott úgymond a pénzügyi kultúra fejlesztése, vagy a pénzügyi oktatás fejlesztésére a Nemzeti Bank.
És ez a pénz, ez kikerült a Nemzeti Bank könyveiből. Tehát ez többé nincs ott. Ez még akkor is igaz, hogyha ez nem egy folyó jellegű támogatás ezeknek az alapítványoknak, hanem egy úgynevezett letét, és a letétek kamataiból kell finanszírozniuk majd az alapítványoknak ezt az oktatási tevékenységet. De hangsúlyozom még egyszer, a Magyar Nemzeti Banknak nem feladata a magyar oktatás vélt vagy valós problémáinak az orvoslása, hiszen a Magyar Nemzeti Banknak végül is egy feladata van, az árstabilitás szavatolása, illetve mióta a PSZÁF is ugye a Nemzeti Bankhoz került, azóta a pénzügyi felügyeleti rendszer működtetése. Ezeknek a költéseknek határt szabhat bárki, vagy rettenetesen leegyszerűsítve Matolcsy Györgynek ehhez van kedve, akkor ezt teszi. Tudjuk, van felügyelőbizottság, ennek kormánytöbbség van a felügyelőbizottságban, elnöke Papcsák Ferenc. Tudjuk, hogy igazgatósági döntés szükséges az igazgatóságnak, meg az elnöke Matolcsy György. Tehát bárki határt szabhat-e annak, hogy ő mire szeretné ezt a pénzt költeni? Egyrészt ugye most már van felügyelőbizottság, de amikor például az alapítványoknak juttattak összegeket, akkor ráadásul nem is volt, és hát most az, hogy Papcsák Ferenc ugye a felügyelőbizottság elnöke, hát hogy is mondjam, ez is hát inkább hát az érdekes kategóriába tartozik, és akkor finoman fogalmaztam. Tehát azt gondolom, hogy itt a tények azt mutatják, hogy tulajdonképpen senki és semmi nem szab határt annak, hogy a Magyar Nemzeti Bank az általa jónak tartott célokra költse az egyébként közpénzt. Tehát amit mondtam, itt a Magyar Nemzeti Bank vezetése ebből a szempontból néha úgy viselkedik, mintha egy üzleti vállalkozásról lenne szó, az üzleti vállalkozás nyereségét, ugye az üzleti vállalkozás tulajdonosai arra költik, amire szeretnék. Magyar Nemzeti Bank esetében, miután egy közintézményről van szó, erről nincs szó, de hát a tények sajnos azt mutatják, hogy a jegybank hát ilyen eszközökre költi a nyereségét. Ezzel a véleménnyel szembesítjük majd Gerhard Ferencet és a Nemzeti Bank alelnökét, aki nem sokára vendégünk lesz. Önnek pedig köszönöm, hogy itt volt ma reggel. Köszönöm szépen.